A sárga barack heti termelői átlagára múlt héten 950 forint volt. Egy évvel korábban 900 forintba került egy kiló barack, de ami igazán döbbenetes, hogy 2019-ben csupán 415 forintot kértek el egy kiló sárga barackért. 2019-hez képest közel két és félszer drágább idén a barack. Vagyis idén egy kisebb vagyonba kerül majd a barack legfár. A dráguláshoz az idei fagyos, semmilyen tavasz is hozzájárult. A korai fajták pont akkor virágoztak, mikor fagyosak voltak a reggelek. Volt olyan kajszi ültetvény, melynek 90%-át elpusztította a fagy. A klímaváltozás miatti szélsőséges időjárás idén komoly károkat okozott, nem csak hazánkban, hanem Európa minden jelentős kajszi termesztő országában, és hasonló tavaszi fagyokkal a következő években is számolni kell. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint hosszabb távon mindenképp szükséges új ellenálló bültetvények telepítése, a fajta használat optimalizálása és a termesztés korszerűsítése. Hazánkban Kajszi termesztés megközelítőleg 5630 hektáron folyik, és 10-35 ezer tonna között változik a termés mennyisége. Általánosságban a hazai termés 70%-át az ipar használja fel, 30%-a kerül a piacra. A magyar kajszi kiváló tulajdonságait külföldön is elismerik. Hosszú évek óta egyike a legmagasabb áron értékesíthető kertészeti export termékeinknek.